Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 18-án kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Hogy miről van szó, arról beszámolok ebben a felvételben. Jelentkezhetsz a szertartásra e-mailen keresztül, az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor van egy portál nap, mikor nyílik egy égi kapu a Plejádok felé, ezt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, amiről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét, náluk 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy tartották, hogy ez a szám szerencsét hoz. Ez a portál nap, május 18-a, ez a 13. hullámban van, ami eltart május 21-éig, és ez a portál nap a 10. nap ebben a 13-as hullámban vagy rezgésben. Ez jelent egy új kezdetet, de vannak külső befolyások, vannak kapcsolatok, vagy szerződések, vagy új ötletek, új irány, és együtt, másokkal együtt lehet most egy új kezdetet tervezni. Ebben a maja naptárban naponta vannak bizonyos szimbólumok, és ezen a portál napon ki mi uralkodik, ami lefordítva egy hidat jelent, ami látható itt a képen. És ez a híd jelképezi az átmeneti időszakot, hiszen az egyik partot már elhagytuk, rajta vagyunk ezen a hídon, van egy új irány, de ez az új part lehet, hogy már látható, de még nem értük el. Ez lehet egy munkahelyi változás, amikor fölmondtál, de még nincs új munkahely, vagy tervezed ezt a felmondást, és tudod, itt lesznek változások, de még nem érted el az új partot, még nincs új ajánlat, vagy még nem kezdtél el az új munkahelyen dolgozni. Az is lehet, hogy lesz itt egy költözködés, amikor tudod azt, hogy elhagyod ezt a lakhelyet, ezt a házat, vagy ezt a lakást, de még nem kaptál új lehetőséget, vagy még nem laksz az új lakhelyen, az új házban, vagy az új lakásban, hanem benne vagy ebben a költözködésben, ebben az átmeneti időszakban. Ez a híd, ez az átmeneti időszak kihathat a párkapcsolatra is, amikor úgy döntöttél, hogy itt lesz szakítás, de nem tudod még, hogyan tovább, hogy kivel leszel együtt, például egyedül, vagy van már egy új kapcsolat, ennek a lehetősége is megvan, de mindez egy átmeneti időszak. Az is lehet, hogy ő van egy párkapcsolatban, megígérte azt, hogy válásra kerül a sor, de ez még nem történt meg, hiszen ez egy átmeneti időszak. Ez nem biztos, hogy itt válásról kell, hogy szó legyen, az is lehet, hogy benne maradsz ebben a párkapcsolatban, de változik valami a hozzáállásotok, vagy másképp viselkedtek egymással szemben, hiszen javítani szeretnétek a dolgokon,
és ez egy változás, jelenleg egy ilyen átmeneti időszak. Lesz egy új irány, vagy egy új kezdet. Tehát ezt jelképezi ez a híd. Ez a híd kihat a napjainkra, a hétköznapjainkra. De ennek a hídnak lehet egy más jelképe is, mégpedig jelképezi a kapcsolatot, ami földünk és az égi hatalom között. Ha megvan a hitünk, ha imádkozunk, ha hiszünk a jó Istenben, az égi hatalomban, vagy az angyalok segítségében, akkor tulajdonképpen már most kiépítünk egy hidat köztünk és az égi hatalom között. Ez a híd mindig, minden helyzetben kiépíthető, ha megvan a hitünk, ha hiszünk ebben. És ha így van, és érezzük ezt a kapcsolatot köztünk és a Jóisten között, akkor ez egy nagy segítség számunkra a hétköznapjainkban, itt a Földön, hiszen akkor megvan a bizalom, tudjuk azt, megvan a hitünk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem valaki óv bennünket, valaki vigyáz ránk, hiszen megvan a kapcsolat. De a mi feladatunk az, hogy ezt a hidat kiépítsük. És ha így van, és ez az isteni hatalom tudja azt, hogy mi hiszünk ebben, keressük a kapcsolatot, akkor ők mutatkozni fognak. És ez volt a felvétel, de azért még összefoglalnám azt, hogy milyen témákról van szó, ezen a portálnapon, ezen a szertartáson. Ennek van egy gyógyító ereje. Felszabadít bennünket egy nehéz helyzetből vagy félelmektől. Itt lesz egy új kezdet, lesznek kapcsolatok, befolyások, külső befolyások. Ez most egy átmeneti időszak, ami utal a változásokra. Ez kihathat minden élet területre. A szertartás segít abban, hogy ez elérhető legyen, amit tervezünk, és hogy pontosan abba az irányba forduljanak a dolgok, ami előnyös számunkra. Azon kívül segít kialakítani egy hidat, egy kapcsolatot köztünk és az égi hatalom között, vagy mondanám az angyalokat is, hogy érezzük azt, hogy megvan ez a külső befolyás, hogy erősítsük a hitünket ebben. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici. Ott van ez a Maja naptár, ott jelenik meg naponta. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!